Vejteiné Turi Erika, Tolna vármegyei főfalugazdász ismertette az idei aratással kapcsolatos tudnivalókat. A munkálatok rekord időben kezdődtek meg. Elmondható, hogy idén 70.113 hektáron aratunk nyári betakarítási növényeket. Ez közel 19.000 hektárral kevesebb, mint az elmúlt évben volt. Főleg az őszi árpa és az őszi búzának a termőterülete csökkent, ilyen nagyjából 9.000 hektárral. Az idei termésről elmondhatjuk, hogy a tavalyi évnél jobbnak ígérkezik, mind minőségben, mind mennyiségben, kivéve a repcét. Az őszi árpának több mint a 90%-a már betakarításra került, erről már olyan konkrétabb adatot tudok mondani, 6,46, tehát közel 6,5 tonna per hektáros termés eredményeket érnek el a betakarításkor, így olyan 80.000 tonna össztermés felett várjuk a hozamot, vagy az össztermést. A közel 45.000 hektárnyi búza vetés területéről eddig még csupán 4.500 hektárt takarítottak be, 6,7 tonna per hektár átlaggal. Mind a búza, mind az árpa minősége úgy mondom, hogy nagyon jó, a tavalyi évhez képest sokkal jobb. Árpából nagyon jók a hektoliter súlyok, 60 és 60 fölött várható, úgyhogy vannak sörárpáink is. Tavaly ugye nem volt, tavaly nagyon rossz minőségű volt az árpa. A búza esetében azt mondhatom, hogy az egyharmada az eddig betakarított termésnek malmi minőségű, a kétharmada inkább a takarmány minőség. A repce esetében viszont már nem biztatóak a kilátások. A repce esetében már nem ilyen jók a kilátások. A repcét idén nagyon megviselte az időjárás is, valamint a kártevők is. Ugye nagyon sok vegyszert kivontak, úgyhogy hatékonyan védekezni a kártevők ellen nagyon nehéz a gazdáknak. A repce termesztés igen költséges, és idén a termés mennyiség sem annyi, mint a tavalyi és az eddig megszokott években vártuk. A repcének a termés eredménye az jelenleg 2,8 tonna per hektár, ugye lényegesen alacsonyabb, mint az elmúlt évben, akkor bőven 3 tonna fölött volt. 8.336 hektáron termesztünk repcét, és jelenleg ugye az egyharmada van betakarítva a területnek. Ha így maradna a termés eredmény, akkor 2.000 tonna repcét várunk. A Tolnában nemrég lezúduló jégeső is megkárosított sok repcetáblát. A minőségi mutatókról még nem nagyon tudok itt beszámolni, még nem érkeztek be eredmények, de szemmel láthatóan szépek, tehát jó lesz a minősége, viszont hiába magas az ár az idei évben, a repcetermesztők nem biztos, hogy jól járnak, a magas inputanyag költségeket nem biztos, hogy meg tudják így termelni. A jég egyébként mind a kukorica, mind a napraforgó táblákat sújtotta több helyen, de ennek ellenére elmondható, hogy idei évben elemi káresemény, most az aratási bizottság ülésen is elhangzott, jóval kevesebb történt, mint az elmúlt években. 78%-kal kevesebb kárbejelentés történt, mint az elmúlt években, a 2023-as évben. A magborsó teljes mértékben betakarításra került, 214 hektár van a megyénkben, vármegyénkben 717 tonna össztermés lett, ez 3,3 tonnás termés eredményt vagy hozamot jelent. Amit még fontos elmondani, hogy idei évben ugyan szebbek a termések, jobb a minőség, az input anyagárak ugye mégis magasak, tehát magas költséggel dolgoznak a gazdálkodók. Az árak most kedvezőbbek, mint az elmúlt években, vagyis a 2022-es csúcs árakhoz képest az idei évi ár az gyakorlatilag a fele, és ha májustól nézzük, május óta jelentősen zuhantak a terményárak. A főfalugazdás szerint az eddigi eredmények alapján az idei évben azok a gazdálkodók jártak jól, akik lekötötték a terményüket.